Üdvözlök mindenkit a Transport Info következő videójában. Ebben a videóban haladunk tovább a tartányrajzok sorozatában. Megnézzük a következő 61-es ábrát. Ez még mindig egy hőszigetelt fűtőberendezéssel felszerelt tartány lesz, de ez már az utolsó, és utána át fogunk térni a vákumtartányokra. Mielőtt belecsapnánk ebbe a témába, nézzük meg az elérhetőségeinket, hogy bárki megtaláljon minket, hogyha szükség van ránk. Az első, ami említésre méltó és legfontosabb, az ADR tanácsadó nevű zárt Facebook csoport. Ő az a csoport, ez a zárt csoport, ahol a leggyorsabban találtok ebben a témában választ. Sok szakértő van bent, és itt valószínűleg leghamarabb fogja mindenki, aki érintett, észrevenni az adott kérdést, és elindulhat egy diskurzus az adott témában. Aztán fontos még az online ADR segédünk, adminunk, Szakács Péter üzemelteti, ez a www.dgronline.eu oldal, nagyon sok hasznos információval és az UN szám beírásával mindazon információkhoz hozzájutunk, amit 3.2-es táblázat esetén ugye az ADR könyvből vagy magából a jogszabályból nyernénk ki. Természetesen ezeket a videókat, mint minden más videót, a Transport Info LTD nevű YouTube csatornára töltök föl, itt fel is tudtok iratkozni, és akkor akármilyen témában jelenik meg videó, tahográf, ADR, szállítmányozás, logisztika, bármi, ami szükséges lehet, ott nem maradtok akkor le. Engem pedig a www.transportinfo.hu oldalon találtok meg. Na és akkor nézzük ezt a mai anyagot. Ugye megnézzük, hogy az ábránk mit mutat. Megint csak azt kell mondjam, hogy ebben a sorozatban, ha valaki követi a sorozatot, akkor olyan túl nagy újdonságot nem lát az előzőhöz képest, tehát finom, apró finomságok változnak, és így haladunk. Ugye mire jó ez folyamatosan? Így megismerkedünk az összes tartányrajzzal, mikor kerülhet ez elő, mint kérdés. Nyilván, ahogy már sokszor említettem, az ADR alaptanfolyam szóbeli vizsga esetén szoktunk ilyenekkel találkozni, ha még így van, gondolom még mindig így van, ahol is a tartány működését kell elmagyarázni, illetve bemutatni és elmondani, hogy az adott tartány az milyen anyag szállítására van. Ez a sorozat ebben ad segítséget, ebben nyújt segítséget. Én egyébként a Tartányos Szállítású című könyvből nézem ezeket, illetve szedem ki, nagyon sokszor bemutattam, mint forrást, és így ha valakinek ez megvan, vagy beszerezhető, de ugye ezt sokszor megint csak elmondtam, hogy én már nem találtam sehol ezt a könyvet, akkor ebből is lehet tájékozódni, ha nem, akkor pedig ezekből a videókból, ha valaki végignézi ezt a sorozatot, akkor tudja, hogy itt minden tartányt végül meg fog találni, ha végére érünk a sornak. Na nézzük, folyékony állapotban lévő olvasztott anyagról beszélünk, legalábbis olyan tartányról, ami ilyen anyagot tud szállítani. Ami nagyon fontos, és látszik is már majd a kódból is, illetve magából a tartány rajzból is, hogy ez egy légmentesen lezárt tartány. Ennél fogva ugye egyes csomagolási csoportba tartozó mérgező szilárd anyagok szállítására szolgáló tartány. Ugye itt olvasztott állapotról beszélünk, látni is a fűtőszálat, de végigmegyünk itt mindjárt a különböző szerelvényeken, és látni fogjuk, hogy hogyan működik ez a tartány. Látszik egyébként, és itt a kódból már ki tudjuk olvasni, hogy a C betű, még legelején megnéztük a tartánykódokat, mit jelent azt, hogy itt a folyadékszint alatt már csak ilyen tisztításhoz használt búvó nyílás van, tehát másfajta nyílás már itt a tartány alján nem fogunk látni. Aztán lehet látni egy szeleppel zárható és nyitható felső ürítőcső, tehát itt az ürítőcső már felülre került. Ugye ezt is említettem, hogy ilyenkor mi az a fontos momentum, vagy kialakítása, ami az ürítőcsövet jellemzi, az, hogy a tartánynak a kialakítása, az itt látszik is alul olyan, hogy lehetőleg az összes anyagot ki lehessen szépen szippantani innen. Tehát fontos, hogy ugye az ürítőcső az teljesen a tartány aljára, és ott is egy ilyen speciálisan kiképzett kis mélyedésben nyúlik bele, hogy az anyagot teljes mértékben a lehetőségeinkhez képest, ugye ki tudjuk rakodni belőle. Aztán van egy szeleppel zárható, nyitható felső töltőcső, tehát itt pedig
a töltőcsőről beszélünk, ugye a szelepeknek az ábrázolása, és itt pedig nyilván megint csak lenyúlik a tartány aljára, ugye itt is a porlasztást általában csökkentendő, arról beszélünk, amikor ezeket az anyagokat szépen levezetjük ide a tartány aljára, és akkor úgy töltjük meg őket. Magyarán szólva nem csapódik az anyag. A következő az egy sima folyadékszintjelző, ami majd jelzi nekünk, hogy a betöltött folyadék mennyiségét. A következő pedig egy gáz, illetve gőzelvezető száró szerkezettel, tehát nyilván a fogadó, vagy éppen ugye a töltő tartány, attól függ, hogy éppen be vagy kifele töltjük, a gőzterei összekötésére alkalmas. Ez teljesen zárt rendszerű töltésekről beszélünk, ugye említettem az előbb, hogy egyes csomagolási csoportba tartozó mérgező anyagokról beszélünk, bizony itt már semmilyen módon nem kerülhetnek ki gőző gázok itt az éterbe, úgyhogy ez muszáj lesz itt a gőztereket összekötni és zártá tenni a rendszert. A következő elem pedig a biztonsági szelep, ugye ábrázolását itt látjuk, és a szelep elé helyezett hasadótárcsa, ugye itt lehet látni, és a hasadótárcsa hibás működését mutató nyomásmérő, tehát ha itt valamilyen oknál fogva a hasadótárcsa átrepett volna, azt egyértelműen jelzi a műszer, és akkor tudjuk, hogy a hasadótárcsánk elszállt, elcsattant, onnantól kezdve tudhatjuk, hogy valami túlnyomás keletkezhetett a tartályban, valami nem volt teljesen rendben. És itt a fűtőberendezés, a fűtőberendezéseket az egyik videóban már kifejtettem bőven, tehát nem akarok belemenni részleteiben, hogy ugye itt is, hogy folyadéknak el kell lepni, stb. Tehát ezeknek is megvannak a szabályai, és hogy mikkel, milyen közeggel fűtünk, ezeket mind ott felsoroltam, és megnéztük, hogy hogyan működik egy ilyen fűtésrendszer. Jó, ez ennyi és nem több, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, minden más elemet egyébként már korábbi videókban is vizsgáltunk, ugye itt lehet látni, hogy a hőszigetelt tartányt ugyancsak a kettős fal jellemzi, tehát itt rajzban lehet látni, onnan lehet, tudhatjuk, hogy hőszigetelt ez a tartány, és rögtön, amikor meglátunk egy ilyen fűtőszálat, akkor onnan már le is esett egyébként, hogy olvadékok szállítására, ugye folyékony állapotban lévő, ugye olvasztott állapotban lévő anyagok szállítására használjuk ezt a tartányt, onnan pedig a működése már így a szerkezetek alapján nem olyan vészes, tehát nyilván innen töltjük, innen ürítjük, úgyhogy és a gőztereket összekötve teljesen zárt rendszerű töltést, ürítést tudunk alkalmazni, nyilván itt nincs szállító szivattyú, tehát külső ugye eszközök segítségével tudjuk tölteni, illetve üríteni ezt a tartányt. Jó, ez ennyi. És akkor, ahogy ígértem, a következő részben áttérünk a vákummal üzemeltethető tartányokra. Ezek hulladékok szállítására szolgáló tartányok lesznek. Legalább egy picit változik a kép, változik az anyag, hogy egy picit frissüljünk, mert már nagyon régóta ezekkel a hőszigetelt tartányokkal dolgoztunk. Jó, még egyszer gyorsan egy villanás erejéig itt az elérhetőségeink, hogyha kerestek minket, akkor itt találtok meg ezeken a fórumokon, és bármikor nyugodtan keressetek, tegyétek fel a kérdéseteket, vagy éppen jelezzétek, hogyha valami komment van az adott történethez, tartányhoz, és akkor, ha az például kérdés, megjegyzés, akkor megpróbálunk rá reagálni minél hamarabb. Jó, ennyi volt, köszönöm szépen akkor a figyelmet, és találkozzunk egy következő videóban. Köszönöm, sziasztok!